Folytatjuk tovább a szilveszteri délelőttünket. Itt van már velünk a stúdióban Andrádi Zsanett színművésznő. Szia, Zsaki, jó reggelt! Szia, jó reggelt! Na hát nézzük meg, vagy tekintsünk vissza akkor erre az elmúlt 2018-as évre. Azért premierek előtt mindig bejöttél hozzánk is, illetve a kedvenc könyvedről is beszélgettünk. Igen. Milyen volt a 2018-as éved? Hű, mozgalmas. Hát mozgalmas. Amúgy el kell mondanom, hogy amikor a könyvről beszélgetünk, az nekem az idei év legkedvesebb riportja. Tehát én azt többször visszanéztem, mert az egy nagyon jó és értékes beszélgetés volt. Csak ezt így neked el akartam mondani, hogy ezt nagyon szeretem. Hát nyilván, ugye mindenki, egy színész mindig megpróbálja a szerepei szerint áttekinteni az évet. Nekem ez a tükör a Hófehérkében, ez egy óriási nagy falat volt. Mind az, hogy méretében, ugye, mert az arénában volt itt Budapesten, és az ország különböző pontjain, sportcsarnokokban. Hát bejártátok szinte egész Magyarországot. Én azt néztem mindig a közösségi oldaladon, hogy itt bukkansz fel, ott bukkansz fel, éppen mentek a buszon a többi színésszel, tehát egyszerűen nem tudom, szinte minden hónapban, vagy minden héten. Hát minden majdnem héten voltunk valahol, és nagyon nagy dolgokat köszönhetek neki. Az most azért mosolyogtam el, mert a nagyon nagy dologra, a Katona Klaudiára gondoltam, aki egy alacsony lány, és nagyon szeretem. Tehát ő lett egyszerűen hihetetlen barátságunk lett ettől a, nem csak ettől a darabtól, hanem egyszerűen ez egy ilyen karmikus találkozás, azt gondolom, mert pont ezt mondtam, hogy a színésznők között azért ritkán van ilyen fajta nagy szoros kapcsolat, de mi nagyon-nagyon megtaláltuk egymást, és boldog vagyok. Hát inkább rivalizálni szoktak, nem a színésznők, és mondjuk ti két fő karaktert, ugye ő Hófehérkét játssza, te pedig ugye a tükröt, vagy ezt a gonosz mostohának is egy, hát egy ilyen alter egója. Nem, a királynőnek vagyok a tükre. A tükre. Így van. Tehát az ő tulajdonában állok, de aztán én cselesen azért a szerelmesek vizére, hogy vagyok, szerelmesek hajórája, nem tudom, ezt most ebből nem fogok kijönni. A szerelmeseknek segítek. Akartam valami jó metaforát mondani, hát az ő malmukra hajtod a vizet, talán ez erre gondoltam. Ez a jó kifejezés. Aztán most évvégén volt egy másik nagy premier, szintén egy ilyen zenés, könnyű, jó kis előadásban, ez egy bombon előadás volt, vagy hát a bombon dalokat. A bombon dalokból van a Haverok Buli Bombon című előadás, a Hadar társulattal. És ez is emberileg egy nagyon csodálatos dolog, tehát itt is azt kell mondanom, hogy persze minden fontos szakmailag, de azért nagyon nem mindegy, hogy kikkel dolgozol, milyen emberekkel, hogy találsz-e olyan embert, akivel jól megérted magad egy próba folyamat alatt, akivel hasonlókat gondoltok a színházról. Tehát itt is most felsorolhatnék mindenkit, de aki kiemelkedően nekem ilyen nagy ajándék volt, ez a Vég Judit, évele soha nem dolgoztam, és ő is egy csodálatos színésznő, és borzasztóan jó fejember. Nagyon szeretek vele játszani. Természetesen ott volt Szolnoki Peti, akit imádok. Egyszerűen a Szolnoki Peti hangjától azt gondolom, hogy aki nem alél el, annak nincs hallása. És nagyon szeretem őt is, és a csapatot is. És természetesen az, hogy Hárda Jánostól megkaptam ezt a lehetőséget, ez nagyon szuper. Ő pedig egy fantasztikus vezető. Tehát szakmailag azt kell mondanom, hogy ez az év azért volt jó, mert nem csak a szakmai része volt jó, hanem az emberi része is. De nyilván, hogyha az ember végignézi az évét, akkor persze nagyon sokféleképpen osztályozod, mert tudod, a Fekete Péterben, hogy aki szerencsés a szerelemben, az nem szerencsés ebben. Most nekem egy kicsit így volt ez az év, hogy a munkában jöttek nagyon jó lehetőségek, de a magánéletem nem volt idén annyira fényes, és akkor mindig azt mondom, na akkor biztos jövőre jön a fekete leves, hogy akkor lehet, hogy a másik lesz jobb, és ez lesz jobb, de hát azért csak van olyan, hogy minden passzol. Szerintem pontosan, hogy nem kell itt most ezt egy mérlegnek tekinteni, hanem tényleg ezt egy ilyen, hogy hívják, egy ilyen egy ágú mérlegnek kell tekinteni, vagy hogy mindent az egyik serpenyőbe kell belerakni. Tényleg belepakolni, és egyébként, amikor próbáltok, amikor ennyit utazol, amikor különböző, hát az állandó darabokról is már ugye sokat beszéltünk a délelőttben, itt különböző gyerekelőadásokban is szerepelsz, tehát hogyan lehet, nem tudom, mégis kikapcsolni, vagy hogyan lehet egy picit feltöltődni, vagy neked mi az, ami segít mondjuk a, nem tudom, fáradtan hazaesve az előadásról, gondolom már nem sok mindenhez van erőd. Hát, én nagyon szeretem a sorozatokat, én ilyen szempontból nagyon mai lány vagyok, hogy imádom a mindenféle belemenős, amerikai is, de most például egy olasz sorozatot nézek, ezt a Brilliáns barátnőm című sorozatot. Én mindent szeretek, ami
izgalmas, vagy a mondani valójában számomra érdekes, tehát én sorozatokat is, filmeket nézek, nyilván színészemmel nézem, tehát az teljesen más, és természetesen én is, mint mindenki, a barátaimmal szeretek lenni. Tehát, hogyha tehetem, a maradék szabadidőmben mindig a szeretteimmel vagyok, és én nekem, ha már megint az idei évnél tartunk, akkor én nekem egyszerűen össze kell tennem a két kezemet, és hálát kell adnom azokért a barátokért, akik több éve mellettem vannak és támogatnak, és amikor szomorú voltam, vagy mélyponton voltam idén, akkor ők áthívtak, amerikai palacsintát sütöttek, tudja, hogy ki az, akire gondolok, és fogták a két kezem, és azt mondták, hogy hidd el, jobb lesz ez. És azt gondolom, hogy nincs is ennél fontosabb. Tehát, hogy persze most, ha mindenki, egy olyan világban élünk, ahol fontosak azok az anyagi javak, hogy az ember azért, tehát a külsőségek, akár a közösségi csatornákon is azt látjuk, hogy ki hol nyaralt, hova ment, milyen ruhát visel, milyen cipő, meg mit tudom én, kocsi, stb. Most így leegyszerűsítettem. Vagy hát, amit te is mondtál, hogy milyen bemutatója volt, és ha találkozol valakivel, akkor nem azt kérdezed meg sokszor, hogy hogy vagy, hanem hogy miben játszottál legutóbb, mit dolgozol. Mit dolgozol, így igen. Van, hogy van-e már ez, meg az. És én bevallom egy kicsit idén, tehát azt érzem amúgy, hogy ez az idei év ilyen szempontból vízválasztó, hogy nagyon-nagyon sok dolgot elengedtem, ami számomra régen, nem azt mondom, hogy hú, de fontos volt, de hogy én is figyeltem arra, hogy ja Istenem, ki mit gondol, vagy hogy most mit gondolnak rólam. Egyszerűen teljesen elengedtem idén ezt a dolgot. Én csak azzal foglalkozom egy ideje, hogy a barátaim, akik szeretnek, ők ugyanúgy számíthassanak rám, és én is számíthassak rájuk, és teljesen elengedtem azt a fajta megfelelési kényszert, akár szakmailag, akár magánéletileg, ami szerintem a mostani embereket iszonyatosan befolyásolja. De ezt amúgy jó hallani, hogy mondjuk hazaérsz, vagy rohansz egyik próbáról, vagy szinkronból próbára, vagy oda-vissza, és nem a, nem tudom, a telefonodon üzengetsz a barátoknak. Biztos az is van, meg az is persze, kell. Persze, de amúgy nem de szeretem hogy, már. Hogy kilépni ebből a virtuális világból, de egyébként még azon mosolyogtam, hogy te azért elég aktív vagy, mert hogy van egy saját oldalad, vagy egy nyilvános oldalad, és azért ott is sokszor megosztasz a mindennapjaidról információkat, de azért mindig van, én érzem, hogy mindig van egy mögöttes üzenet. Te vagy egy mögöttes tartalom. Hát az igazság az, hogy te azért látod ezt, mert az nem nyilvános, az egy privát oldal, ahol én megosztom ezeket a gondolatokat. Van egy kifejezetten zsaki oldal, na ott már azért el kell mondanom, hogy nem. Tehát, hogy azt is teljesen visszafogtam, és szinte csak az éppen aktuális előadásokról, vagy az aktuális felvételekről osztok meg információt, és ez is ennek az évnek a hozománya, hogy rájöttem, hogy ez, hogy nem kell mindenkinek tudni, hogy mi van velem. Tényleg, hogy mondjam, azt gondolom, hogy a világ amúgy nem tart ilyen értelemben jó irányba. Tehát, hogy a fiatalokon látom leginkább, akár az unokahúgomon, vagy tényleg most nagyon sok fiatalt megismertem, vagy a próba folyamatok által, vagy a szinkronba, tehát beszélgetek egy másik korosztályon, mert ezt lehet szépíteni, de a 20 évesek azok nekem már nagyon fiatalok. Tehát, hogy és teljesen nehéz, én azt mondom, nagyon nehéz ebben a világban lenni most. Tehát, hogy iszonyatosan sok az inger, elképesztő mennyiségű a kínálat. Akár most, ha csak azt nézzük, hogy legyen az, hazamegyek, nézek egy sorozatot. Na, milyen sorozatot nézzek? Mindenből van 1000. És ebből a sok kínálatból, minden szinten, tehát most annyira globálisan mondom, kiválasztani azt, hogy mi az, ami igazán érték, vagy igazán fontos, szerintem ez borzasztóan nehéz. Nem tudom, hogy tervező típus vagy-e, de miket tervezel a 2019-es esztendőre? Sok mindent. Hát szeretnék most már, ez most minden álmom, hogy legyen saját otthonom. Tehát, hogy ezért most gyűjtöttem is, próbáltam úgy dolgozni, meg visszafogni magam, meg már amennyire vissza lehet, mert azért tudjuk, hogy az emberek a hétköznapi dolgokra költik a pénzüket lassan tényleg. De hogy ami nagyon nagy vágyam, és most már évek óta, hogy legyen egy olyan hely, ami az enyém, és úgy néz ki, ahogy én szeretném, biztos, hogy pici lesz, és apró, és nem tudom, de hogy legyen egy saját kis zugom, és az nagyon nagy vágyam, hogy saját otthonom legyen. Elkezdtem újra vezetni,
ami azért fontos, mert van már jogosítványom régóta, de ugye nincs autóm, ezért ugye... Nem gyakoroltál. Így van, igen. És most elkezdtem újra vezetni, ez is nagyon fontos szerintem. Nyilván ugye most lett egy új dalom megint. Tényleg arról nem is beszélgettünk. Igen, lett egy új dal, amit a Mészáros Laci és a Deák Lőrinc Andri, ezt tudtam mondani, Andi, ne haragudj, írtak. Az Andi a szövegét, a Laci a hangszerelés, zenek, mindent, tehát azt kell mondani, hogy Mészáros László. És ez is a sajátod? A sajátom, tehát az az enyém. Nyilván szeretnék majd többet, mert azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó kis team volt ilyen szempontból. Elmegyek meglátogatni, az első, tehát így indul a januárom, hogy elmegyek a nővéremet meglátogatni Svájcba, tehát már utazással indul az év, és én nagyon-nagyon szeretek utazni, úgyhogy remélem jövőre eljutok még több helyre. És hogy milyen bemutatók lesznek, azt nem tudom. Pontosabban egyet tudok már, ami egy áprilisi bemutató, ami még titok, de már az is olyan, hogy egy nagyon vicces és nagyon nagy kihívásokkal teli, és nagyon jó csapattal, és szóval ezt is már tudom. Nekem ilyen nagy terveim vannak jövőre. Tehát én azt érzem, hogy a jövő év, tehát hogy ez az évnek a nehézségei azért voltak, hogy a jövő évem kiteljesedjen. Hát kívánom, hogy akkor ezek az álmok váljanak valóra. Zsaki, nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és boldog új évet kívánunk neked. Nektek is.